A márciusi fellángolás bölcsője volt a magyar alkotmánynak, és éppen ezért sírig tartó kötelessége minden magyar embernek, hogy a szabadság ébredésének emlékét, mely csodálatosan összeesik a tavasz ébredésével, minden évben kegyelettel megülje. Csak így érhetjük el, hogy az utódok soha szem elől ne téveszthessék dicső őseik érdemeit. Cinkotai Nagy Ince szavaival köszöntök mindenkit a Makói Lokálpatrióták mai rendezvényén. 1848. március 15-e valóban örökre beírta magát hazánk és nemzetünk történelmébe. Európán forradalmi hullám söpört végig, és a Habsburg birodalomban is felkelések törtek ki az elnyomó hatalommal szemben. Az 1789-es francia forradalom óta hangoztatott szabadság, testvériség, egyenlőség jelszavak gyökeret vertek nemzetünk fejlődésében. A forradalom évfordulóján megtartott emlékező beszédekben talán elsikadt, hogy hangsúlyozzuk a március 15-i események hatását a korabeli hétköznapokra is. 1848-ban ugyanis már több mint fél éve ülésezett az országgyűlés, és igen kevés eredményre jutott. Többek között ennek az eredménytelenségnek is hozzájárult a forradalomnak a kitöréséhez. Petőfiék tevékenysége nyomán felgyorsultak az események, és 1848. április 11-én 5. Ferdinánd szentesítette az áprilisi törvényeket. Ezen jogszabályok alapján jött létre az első magyar felelős minisztérium, vagyis a Magyar Országgyűlésnek felelős kormány. Kibővült a választójoggal rendelkező köre, megerősítették a vármegyék alkotmányos jogait, intézkedtek a közteherviselésről, a jobbágyfelszabadításról, és kimondták a sajtó szabadságát. Összefoglalva tehát, letették a magyar polgári állam alapjait. Ez mind a forradalom győzelmének volt köszönhető. Kevesebb mint három hónap múlva, június 9-én önkormányzati választásokat tartanak, ezért sajnos nem kerülhetem meg, hogy a hősökre való emlékezés mellett ne beszéljünk erről a témáról is. De mielőtt még a helyi ügyekre térnénk át, engedjék meg nekem, hogy felolvassak önöknek én is 12 pontot. Ezt a 12 pontot dr. Karsai Dániel fogalmazta meg a napokban. Ő az az alkotmányjogász, akinél néhány éve egy ALS nevű betegséget diagnosztizáltak, és ő az, aki beadvánnyal élt az eutanázia Magyarország engedélyezésével kapcsolatban az Emberi Jogok Európai Bíróságához. A jelenleg regnáló hatalom azonban nem foglalkozik vele, az alábbi pontokkal ugyanakkor jó magam teljesen egyetértek. Engedjék meg, hogy ezeket a pontokat megosztam most önökkel. Első. A valódi nemzeti egység megteremtése. Nincs olyan, hogy nemzeti oldal, csak a nemzet oldala létezik, amiben minden nemzet és honfitársunk beletartozik, világnézettől függetlenül. Március 15-én mindenki büszkén viseljen nemzeti színű kokárdát. Második. Közös ügyeink intézésének alapja legyen az emberi méltóság. Az emberi méltóság sérthetetlen alapjog, amely az emberi létezés értelmét adja. Harmadik. Emberhez méltó egészségügyi ellátást mindenkinek. A gyógyítás mellett a kezelésnek mindig célja a szenvedés enyhítése. A beteg emberi méltósága nem csorbóhat. Ebből következik az életvégi döntések meghozatalának joga is. Negyedik. Védjük meg a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjait. Követeljük a gyermekvédelem és az idős ellátás azonnali és teljes felülvizsgálatát. Nem pusztán a törvényekért, mert az csak halott szó papíron. Magát a rendet. Ötödik. Rendeztessék a magyar közoktatás helyzete. Egy nemzet sikere a kiművelt emberfők kritikus elmék sokaságában rejlik. Hatodik. Állítassék vissza a magyar felsőoktatás függetlenségét. Ennek első lépése az állalapítványok azonnali megszüntetése. Hetedik. A magyar kultúra támogatása a világnézeti függetlenség talaján álljon. Színházcsinálók, zenészek, írók, filmkészítők hatalomhoz dörgölőzése nem lehet kulturális alap. Nyolcadik. Állítassék vissza a sajtó szabadsága.
fel kell számolni a központi irányítású nyilvánosságot, hogy a különböző vélemények megfelelő eséllyel juthassanak el minden magyarhoz. Különben a látszólag szabadon kimondott vélemény is pusztába kiáltott szó marad. Ennek első lépése, hogy hozzanak létre független köztévét és rádiót, mely sokszínűségtől és nem kormánypropagandától hangos. 9. Végleg váljon el egymástól az öt hatalmi ág, hogy képesek legyenek egymás ellensúlyozására, ellenőrzésére. A jogalkotó, végrehajtó, bírói, gazdasági és információs hatalom nem összpontosulhat egy kézben. 10. Állítassék vissza a demokratikus intézmények valódi működése, különösen a parlament, igazságszolgáltatás, köztársasági elnök és az alkotmánybíróság függetlensége és szakmaisága. 11. Valósítsuk meg végre a Szent Istváni álmot, csatlakozzunk véglegesen a fejlett európai nemzetek közösségéhez. A nemzeti karakterünk feladása nélkül, de ellenállva a hideg keleti szeleknek is. Az Európai Unió nem ellenség, hanem az egyik legcsodálatosabb európai vívmány, fejlesszük tovább. 12. Foglaljuk mindezt egy új, gyémántszilárdságú, valódi konszenzuson alapuló alkotmányba, amelyet népszavazás erősít meg. A betegséggel és a hatalommal folytatott harcához ezúton is sok erőt és kitartást kívánok. A korlátok nélküli hatalom azonban nem csak országos, de helyi szinten is károkat okoz. Bezáró kórházi osztályok, bezárt Bartók iskola, felszámolt vasúti közlekedés, egyre fogyatkozó lakosság, elköltöző fiatalok, egyre több nehéz körülmények között élő makói. Külföldről hozott munkavállalók számára épülő kínai gyár, román turistáknak épülő fürdő. Ebből a szemszögből is lehet vizsgálni az elmúlt 10 év eredményeit városunkat tekintve, amelyek persze nem meglepőek, hiszen a várost nem a Facebookon kell vezetni, hanem a hétköznapokban. Itt az ideje, hogy végre a makója következzenek. Egymás lejáratása aljas hazugságokkal számomra elfogadhatatlan és vállalhatatlan. Minden szemen szedett hazugságot visszautasítok magam és társaim nevében, főleg, ha egy olyan személy vádol vele, aki több tízmilliót rakott zsebre kormányzati támogatásként. Makó egy város, egy közösség, amelynek egy nyugodt, de határozott vezető kell. Makó nem egy csimbum cirkusz, ahová poronmestert vagy bohócot keresnek. Akinek kedve van elmerülni az országos politika mocsarában, az Budapesten megtalálja a számításait. Bár az egyik kék, a másik pedig narancsárga, valójában semmi különbség a kettő között. Makójak egy csoportja épp emiatt gondolta úgy tavaly ősszel, hogy egy új, közéleti minőségre van szükség, ezért hoztuk létre a lokálpatrióták közösségét. Fiatalok és tapasztaltabbak, pártagok és párton kívüliek, bal és jobb oldaliak. 4 jelöltünk neve már nyilvános, és a következő néhány hétben minden jelöltünk nevét megismerhetik. 60 pontból álló programunk adja majd kampányunk gerincét. Fontosnak tartjuk azonban, hogy valaki végre megkérdezze a makóiakat, mit mennyire tartanak fontosnak, és milyen problémákat észlelnek a városban. Éppen emiatt kezdeményezünk városi szintű lakógyűlést. Közös képviselőként minden évben tartok lakógyűlést minden általam kezelt társaságban. Egyrészt ez törvényelőírás, másrészt egy fontos alkalom, hogy a tulajdonosokkal megbeszéljük, merre haladjunk tovább. Úgy gondolom, hogy városi szinten is érdemes elindítani egy hasonló párbeszédet. Mondják el a makóiak, szerintük mi a legégetőbb probléma, milyen irányba fejlődjön a város. 10+1 kérdésből álló kérdőívet állítottunk össze, amelyet a mai naptól online felületen lehet kitölteni, április elejétől pedig papíralapon is eljutatjuk majd a makóiakhoz. A beérkezett válaszok alapján pontosítjuk és átdolgozzuk a lokálpatrióták Nekünk csak Makó számít című programját, amelyet egyesületünk jelöltjei mutatnak majd be részletesen a következő időszakban. Ha megengedik, röviden néhány kérdést ismertetnék ebből a kérdőikből. Az egyik kérdés a makói kórház fejlesztésével foglalkozik.
ugyanis célunk az, hogy a megszűnt kórházi osztályok minél hamarabb újra nyíljanak, valamint minőségi egészségügyet teremtsünk minden makói számára. Ugyancsak érintjük azt a témát a kérdőjükben, hogy mennyire tartják fontosnak a fiatalok makón tartását a makóiak, illetve kívánják-e, hogy az önkormányzat kiemelten támogassa a lakhatásukat, elhelyezkedésüket a munkavilágában. Arról is megkérdezzük a makóiakat, hogy egyetértenek-e abban, hogy pártpolitikai csatározások helyett a város érdekeit szem előtt tartó együttműködésre van szükség minden makói közünk. Kitérünk a kérdések között arra, hogy a belvárosban megfelelő számú parkolóhely áll rendelkezésre, illetve hogy a fürdő bővítését egy uszoda építésével lenne célszerű folytatni. Kitérünk arra is, hogy 5 milliárd forint elköltése után vajon miért nem iható víz folyik még mindig a csapból makó. Arról is kérdezzük a makóiakat, hogy egyetértenek-e abban, hogy a város fejlődését minél inkább Szeged fejlődéséhez kell csatolni, ahol új autógyár épül, valamint az egyetem és a lézerkutató központ folyamatos fejlesztéseket generál. Kérdezzük a makóiakat arról is, hogy mennyire érzékelik a hiányos és rosszul működő közvilágítás, illetve a közterületi kamerarendszernek a problémáját. Valamint az ingatlan állomány mind köz, illetve mind magántulajdonban lévő épületekre gondolva rossz állapotát. Javasoljuk azt, hogy kerüljön bevezetésre több városban már működő úgynevezett részvételi költségvetés, amelynek segítségével a város lakói minden évben beleszólhatnak a költségvetés tervezésébe. És végül a grátis, a 10+1. Kérdés egy olyan nyitott kérdés, ahol a makóiak javaslatait, probléma felvetéseit várjuk, annak érdekében, hogy a programunk minél inkább kiterjedjen minden probléma megoldására. Azért is tartom fontosnak ezt a párbeszédet minden makói között, mert ennek segítségével kialakítható egy olyan minimum, amiben minden makói egyetért. Súlyos hibának látom azt, hogy országos szinten több mint három évtizeddel a rendszerváltást követően még mindig nem sikerült nemzeti minimumokban megállapodni a politikai oldalaknak. Úgy gondolom, hogy települési szinten nincs helye a pártok okozta szétszakítottságnak. 10 évvel ezelőtt, amikor bekerültem a képviselőtestületbe, ugyanezt mondtam. Ami a város és az itt élők érdeke, azt megszavazom, ami nem, azt pedig nem fogom támogatni. Függetlenül attól, hogy ki az előterjesztő. Többek között ezért sem tudtam megszavazni a rezsiválság idején, hogy az összes kulturális és sportintézményt gondolkodás nélkül zárassa be a város, valamint az oktatási épületek ingatlan jogának, tulajdonjogának átadását sem. Ezzel szemben ugyanakkor a költségvetés a legtöbbször megszavaztam, hiszen a szociális támogatások bővítését tartalmazta. Úgy látom, hogy számtalan erőforrás és lehetőség bukik el amiatt, mert a jelenlegi vezetés nem azt nézi, hogy egy javaslat jó-e vagy sem, hanem azt, hogy ki mondta. Egy olyan korban élünk, ami nagyon gyorsan változó világot hoz, könnyen lehet, hogy az elveszett lehetőségek súlyos károkat okoznak a városnak. Nincs két dobásunk. Tárjuk hát ki a kapukat, együtt, egy közösségként dolgozzunk, szolgáljuk ezt a várost annak érdekében, hogy gyermekeink és unokáink is itt találják meg a számításaikat. Ehhez kérem az önök támogatását és segítségét. Köszönöm, hogy meghallgattak.